az atya, hogy nem, már nem tudta, hogy ekkora nagy ember vagyok, hogy már fölkérni kell. De ha egyszer fölkértek, akkor feljöttem. Itt esélye sincs senkinek se, hogy kimaradjak. Ha lehet beszélni, akkor én beszélek, bevallom őszintén, hogy szeretek beszélni a szentjeinkről is. Ugye az ennek a mai engesztelők találkozójának a témája, hogy a szentének avatott szentjeinkről, és József atya mondta, hogy hát sokkal többen vannak a mennyországban, mint ahányan a szenti avattak, nagyságrendekkel többen vannak a mennyországban, mint ahányan a szenti avattak. Ugye ez II. János Pál pápának az egyik nagy profétai tette volt, hogy újra elkezdte a szent és boldogavatási eljárásokat, azelőtt ugye évszázadonként egy-két boldogá vagy szenti avatott ember volt, és most pedig, hogy ez is az egyház elevenségének a bizonyítéka, hogy János Pál pápa azt mondta, hogy fedezzük fel újra a szentjeinket, és ezért indulhatott be, és a hazánkban is tisztelhetünk így már oltárra emelt boldogokat és szenteket. Ugyanakkor hát azt is látnunk kell, hogy van a magyar szentjeinek egy olyan vonulata, akiket a népi emlékezet megőrzött, miközben az egyház hát nem buzgolkodik az ő oltárra emelésükkel, vagy boldog avatásukkal, mert nyilván számtalan oka lehet, de én fontosnak tartom az ő emlékezetüket, és azoknak az ápolását, részben azért is, mert hogy ők olyan életművet hagytak maguk után, ami mind a mai napig eleven és élő. Oké, okay. Jó. Meg a testet. Mi is menjünk előre az élet szentség útján, gyónjunk és áldozzunk, ugye minél gyakrabban. Minket ugyan nem fognak ezért oltárra emelni, de a szentek között mi is ott leszünk a mennyországban. Bízzunk ebben. Szóval visszatérve ezekre a szentjeinkre, akiket ugyan hivatalosan szenté nem avattunk. Én 1990-ben tértem meg, és én rögtön valahogyan kerestem a példaképeket. Nem tudatosan, de valahogy gyerekkoromtól kezdve mindig vonzottak a nagy emberek. Csak akkor Tarzan volt, meg Winnetou, meg nem tudom kicsoda. És aztán, hogy megtértem 90-ben, 25 évesen, ezek hihetetlen vonzerőt gyakoroltak rám. Egyrészt a nagy szentek is, Szent Ferenc, meg Szent Ignác, meg ezek, de ahogy elkezdtem felfedezni, hogy itt vannak hazánkban ezek az emberek, többek között, amikor megláttam először Galgóczi Erzsébetől ezt a képet, amit ugye rátettünk a kis imaképre is, ahol látszanak a tövis koronának a nyomai, hát én azonnal tudni akartam róla, hogy ki ő. Ugye nem nagyon lehet, nem nagyon lehetett róluk hallani. A Csépe Klára, aki ugye hasznos Fallóskútnál kapta az üzeneteket, ahol kápolna is épült, hát ő 47-ben kapta ezeket a dolgokat, a helyi hívők azok őt is felkarolták, de hát sem az egyház különösebben nem buzgolkodott érthető módon, mert erős elnyomás alatt volt, de hát őről lehet tudni, hogy például pszichiátriára vitték, mert vallási téveszmével küzd, és elektrosokkolással akarták kiverni belőle ezeket a vallási téveszméket, hogy neki megjelent a szűzanya, meg hogy ott forrás fakad, meg hogy az majd gyógyítani fog. Hát ő egész életében kitartott, de volt, amikor még a férje is ellene fordult, és a 90-es években megjelentettünk róla egy könyvet, de lehet, hogy újra meg fogjuk jelentetni, mert ő is egy fontos alakja. Vagy Natália nővér, akit ugye az engesztelésre hívott az úr, és akinek az 1940-es üzeneteit, hogyha meghallotta volna a magyar egyház, akkor most lehet, hogy kicsit másképp néz neki a hazánk. Ugye ő azt mondta 1940-ben, mondta neki a szűzanya, hogy mondd meg az egyháznak, hogy ossza szét a vagyonát a szegények között, mert ha nem teszi, még azt is el fogják venni tőle, amit egyébként megtartana. És hát ez valóra is vált, tudjuk jól, de képzeljük el, hogy mi lett volna, hogyha az egyházi birtokokat akkor odaadják a földműveseknek, a szegény parasztoknak, meg hát egyáltalán. És nem a kommunisták hirdetnek földosztást 40-es években, hanem a katolikus egyház.
egészen más lett volna a papinak megbízása. Hát nyilván rengeteg okot lehetett mondani, miért ne. Iskoláink vannak, egyetemeink vannak, templomaink vannak, és mind fel kell tartani. Tehát számtalan jó ok volt emberileg, hogy miért ne tegye meg ezt az egyház. Csak Isten jobban tudta, hogy mi a ránk. És akkor lehetne folytatni sorba az Erzsébet asszonyt, aki Kinderman Erzsébet asszonynak a szeretetláng üzeneteket kapta. Nagyon érdekes, ugye ezt a Stigmatizált Galgóczi Erzsébet élete és misztikája című könyvben leírtam, hoztam ide is lehet kapni, hogy a tatárjárás előtt magyarországi Ilona volt stigmatizált Magyarországon domokos szerzetes, aki 1234-ben kapta a stigmákat, és akkor utána jött a tatárjárás, és aztán utána jött Árpádházi Szent Margit, aki az engesztelésére állta fel, hazánkért állta fel az életét, és az ő imádságán nagyon sokat épült az ország és nagy szentünk. És itt is hasonló helyzet állt elő. Itt van Galgóczi Erzsébet, aki 1929-től kezdve 33 éven keresztül hordja a stigmákat, és 62-ben meghal Mária Remetén, és akkor 1962-ben szintén Mária Remetén elkezdi kapni Kindelmanni Erzsébet asszony a szeretetláng üzeneteket, ami mostanra az egész világon elterjedt. Tehát, hogy az Isten elhelyez mind a két időszakban, mind a két nagyon nehéz időszakban, amikor az egyházunknak a léte is, fennmaradása is kockán forog, elhelyez szent életű asszonyokat, nőket, akik az első, az mint egy testében hordozva Krisztus szenvedését, ahogy Pál apostol mondja, testemben kiegészítem mindazt, ami híja van Krisztus szenvedésének, test az egyház javára. Magyarország Ilona és Galgóczi Erzsébet hordozza, és akkor utána mindezt az egész ország javára kamatoztatja Szent Margit, és aztán Kindelman Erzsébet asszony. Szóval ezek egy olyan vonulata egyházunknak a 20. században ezek a szent életű nők és asszonyok, akikre bizony komoly figyelmet kell fordítanunk, mert ők nagy példaképeink, és hogyha kérjük az ő közbejáró segítségeket, akkor biztos, hogy meg is kapjuk. Most, amikor megírtam a könyvet a Galgóczi Erzsébet életéről és misztikáról, akkor a verséről túl sokat nem írtam, de azt gondoltam, hogy most szükséges, hogy erről egy kis füzetet kiadjunk. Részben azért is, mert amikor a könyvet megírtam, abban volt néhány olyan mondat, ami voltak, akiknek nem tetszett. És volt, aki meg is kritizálta, hogy merek én egyáltalán a Galgóczi Erzsébet verséről véleményt mondani. Hát ki vagyok én, hogy erről véleményt mondjak. Hát ugye a versekről véleményt bárki mondhat, mindenki, aki verset olvas, az mondhat. De nyilván, mint író és olvasó ember, aki szereti a verseket, kicsit hasonlóan, mint ahogy az ételről is tudunk véleményt mondani, akkor is, hogyha nem vagyunk szakácsok, én nem vagyok szakács, de a feleségem főztéről meg tudom mondani, hogy az jó főz. És ezért nagyon hálás vagyok. Szeretném felolvasni, hogy mit írtam akkor ebben a könyvben Galgóczi Erzsébet verséről. Galgóczi Erzsébet önéletrajza és naplója a keresztény lelki irodalom nagy kincse, egy stigmatizált Isten és az emberek szeretetéért mindent elvállaló nő nagyszerű portréja. Mindezt kiegészítik versek. Talán érthető is, hogy egy magyar, misztikus lelkű lány verseket ír, hiszen hazánkban mély hagyománya van a költészetnek, akkoriban pedig különösen is fontos volt a művészet szerepe társadalmunkban. Tudjuk ugye, hogy a két világháború között is, de aztán a háború után főleg ugye a irodalom és a művészet olyan közéleti szerepeket is fölvállalt, ami egyébként kimondhatatlan volt. És az megjelent a irodalmi művekben, költészetben. Ez a rangja sajnos ma már nincs meg az irodalomnak és a művészetnek, amire kicsit szomorkodhatunk. Ugyanakkor hát nyilván mindig meg kell keresni azokat a formákat, amiket keresztül Istennek az üzenetét újra és újra közölhetjük az emberekkel. Szóval.
Erzsébet versei egyszerre naívak, egyszerűek, részben megformálatlanok, ugyanakkor sok művészi értéket tartalmazók. Nem stílusba bravúr egyik sem, ami talán lehetetlen is lenne, hiszen ebben sem képezhette magát. Éppen ezért csodálkozhatunk rá ösztönös tehetségére, amivel verseké formálja gondolatait, érzelmeit, és milyen erőteljes mondatokká is versekké. Nem költészet, idézőjelben az övé, de vallomás, és mint ilyen értékes számunkra. Na most ugye valaki ezt úgy gondolta, hogy ez talán valami leértékelése az ő verseinek. Mások talán úgy gondolták, hogy túlértékelése. Most néhány dolgot szeretnék mondani, mielőtt belemennénk a verseibe. Az első az, hogy Galgóczi Erzsébetet nem az irodalmi kánonba akarjuk befogadni, hanem az egyházi kánonba. Az irodalmi kánonban vannak olyan nagyságok, ugye abban a korban alkotott József Attila, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, lehetne mondani, akikről mi is tanultunk. Ők olyanok, mint az egyházi kánonban a nagy szentek. Egy Szent Ferenc, Szent Ignác, Don Bosco, az egész világra ragyoghatnak. Ők a mi nagy költőink, mondjuk a József Attila. Galgóczi Erzsébet versei József Attilai minőséget nem érnek el. Ezt őszintén el kell mondani. Ez nem azt jelenti, hogy az ő versei nem jók, vagy nincsenek benne nagyon találó sorok, és majd fogok erről mutatni dolgokat. De azt jelenti, hogy hát nem az irodalom csúcsai vannak. De ez nem érdekes. Galgóczi Erzsébet nem tartotta magát költőnek vagy művésznek. Az ő élete nem az irodalmi világban forgott. Ő nem újságokra küldte be a verseit, nem író-olvasó találkozókra járt, nem az irodalomban akart maradandót alkotni, ha egyáltalán gondolt arra, hogy ő maradandót alkot. Azt gondolt is, hogy Isten a művész, és én az ő alkotása vagyok. Galgóczi Erzsébet az egész életével akart valamit megmutatni, Krisztus szenvedését, és akarta ezt kamatoztatni mindannyiunknak a javára. Tehát amikor Galgóczi Erzsébet verséről beszélünk, nem azért beszélünk elsősorban, hogy őt most betoljuk valami irodalmi kánonba. Volt a József Attila, Babits Mihály, meg a Galgóczi Erzsébet. Ugye van egy másik Galgóczi Erzsébet, volt egy, akit szintén ugyanígy hívtak, időnként keverik is a nevét, ő író volt és költő 50-es, 60-as években, volt egy-két regény, amiben amikor megírta az 50-es éveket, azok komoly jó írások, de ez nem az a Galgóczi Erzsébet. Ettől még Galgóczi Erzsébetnek a versei figyelemre méltóak, mert visszatükrözik azt a belső lelkületet, amit Galgóczi Erzsébet megélt, azt az életutat, amiben az ő lelke kiformálódott, és azokat a felismeréseket és bölcsességeket, amiket ő megértett. A másik, amit szeretnék mondani, hogy nem tudjuk, hogy hány verset írt. Ugye ebben azok a versek szerepelnek, 21 néhány, amik a Szeretet nem ismer határ című önéletrajzát és néhány tanúságtételt tartalmazó könyvben megjelentek. Oda az van írva, hogy szemelvények Galgóczi Erzsébet verseiből. Hogy ezt akkor kiválogatta, és milyen szempontból, hogy hány verse van még, ezt nem tudjuk. Ha az irattábor előkerülnek, lehet, hogy rá fogunk csodálkozni, hogy olyan versek is vannak, amik ezeken is túlmutatnak. Lehet, hogy találunk olyan kezdeti próbálkozásokat is, amik irodalmi szempontból csak megmosolyogtatók. Tehát nem tudjuk, hogy milyen az ő mondjuk írói vagy költői életműve, hogyha kellene ilyet beszélni. Egyet biztosan tudunk, és az önéletrajzából is kiderül, hogy egyébként nagyon tehetségesen tudott fogalmazni. Tehát mondjuk művészi karriert akart volna magának csinálni, valamilyen sikereket ott is elérhetett volna. Ahogy az önéletrajzában fogalmaz, avval a pontossággal, az a lelkirodalomnak egy fontos, a magyarországi lelkirodalomnak egy fontos könyve, bár csak egyszer lefordítanák és máshol is olvashatnák, mert lehetne belőle tapasztalni. Mielőtt a verseit írtam, ugye ebbe a kis füzetbe a stigmatizált Galgóczi Erzsébet versei magyarázatokkal, ezt itt most kedvezményes áron meg lehet venni 300 forint, illetve a
könyvvel együtt, a könyv meg a füzet együtt 1000 forint. Bocsánat kérek, hogy itt rögtön reklámozom, de most jelent meg, még nyomdaszagú. Ezen a héten jött a nyomdából a füzet. Szóval, hogy mit mond a szűzanya? Azt mondja, a boldogságos szűz szavai Galgóczi Erzsébethez 46. augusztus 30-án. Halálod után kinyilatkoztatja és megmutatja az Úr Jézus, hogy valóban az ő eszköze voltál és engesztelő áldozata. És én megmutatom, hogy enyém voltál, és az Úr Jézus leghatalmasabb akaratából történt, és fog történni minden. Nagy szándékának megvalósításához téged használt, és környezetedet eszköznek. Erről van szó, hogy Galgóczi Erzsébet eszköz volt. Az ő írás és az ő verse is eszköz. Ha azok terjedtek, mert a hozzájáró barátnék, követők, ezt lemásolták, és kockástapokon, és nekik ez lelki örömet okozott. Ez nekik a lelki épülésükre szolgált, akkor azok a versek betöltötték a hivatásukat. Hogy most, amikor a szűzanya és az Isten elkezdi újra előhozni Galgóczi Erzsébetnek az életét, hogy mindannyian rácsodálkozhassunk, és ehhez a verseket is használjuk, akkor ez csak egy külön ajándék nekünk. Na, hogy beszéljük a verseiről is. A egyetlen olyan vers van, amelyik még az ő stigmatizáltsága előtt íródott, legalábbis az ismert versei közül. Hát, ugye 1929-ben kapta a stigmákat, és 1962-ig, 33 éven keresztül hordozta, péntekenként megélte Jézus Krisztus kínszenvedését, és nagypénteken, ugye a 33. szenvedésre töltött, illetve 46 éve töltött szenvedésben, tehát a stigmatizáltság 33. évén, a krisztusi életkornak a nagy péntekén, aztán át is ment az örökké valóságba, teljesen biztos, hogy a mennyországba. Oké. Akkor megmutatnám az első verset, ami azért érdekes, mert ebből látszik, hogy milyen, amikor egy Szolnokon élő fiatal lány valahogyan versen megpróbálja megfogalmazni az ő érzéseit. És ehhez azokat a szavakat találja, amiket hall a rádióban, amiket énekelnek, dalokat, ilyen műdalokat, meg népdalokat. Hát ezek ilyen, inkább ilyen kicsit közhelyes szavak, de ezek is jók, csak nem tudja még, hogy fogalmazza meg. Úgy kezdődik. Kezdetben én is valamikor napsugárral, dallal, tarka mezőkön, kacagó ajakkal, majd hulló levéllel szállt tova a nóta, a taldombokon a lábai nyomán gyermeki örömtől piros rózsák nyíltak. Hát ugye piros rózsák kacagó örömmel, ezek a saját korának, ezt énekelték az emberek. Ő is ezt használja föl, az a cím, hogy lemondás a versnek, ez az első, hogy valamikor ő is így akart élni, és aztán bejön a betegség, bejön Istennek a megszólítása. Jó, sok tizenéves lány és fiú próbálkozott versírással, én is talán közülünk többen, nagyjából erre a szintre jutottunk el, vagy még erre se. Köszönjük szépen, aztán legtöbben szépen abba is hagytuk. És lehet, hogy Galgóczi Erzsébet is abba hagyta volna, csak közben ugye Istennek az elhívása, amelyik mozgatja az ő szívét és életét, valahogy megpróbál utat törni a szavakon keresztül is. A következő vers az már a stigmatizáltság után 3 évvel van, 29-ben kapja a stigmát, 32-ben, amikor az édesanyja meghal. Most ez is egy, hogy mit kell megélni szegénynek, ugye, hogy a szűzanya azt kéri tőle, hogy ajánlj föl mindenkit. És amikor mindenkit fel, akkor mondja neki a szűzanya az édesanyádat is. És ő felajánlja az édesanyját is, és hát el is mondja az anyukájának, hogy hát a szűzanya kért, hogy ajánljanak fel, és téged is felajánlottalak neki. És az édesanyja ezt pedig nem úgy éli meg, hogy a lányom imádkozik értem, vagy, hanem egy ilyen bántásként éli meg. Hogy hát nem szeretsz engem eléggé. Eldobtál engem az Istenért. Talán mindannyian hallottuk már, vagy a férjünk, vagy a feleségünk, vagy a gyerekeink voltak féltékenyek, hogy miért a templomba mész, miért nem velem vagy, jobban szereted őt meg. Tehát mindenféle dolog. Ugye? És
De ő azért nagyon szereti az édesanyját. De ez a konfliktus ott van, és aztán 32-ben meghal az édesanyja, és akkor írja ezt a Ára vagyok című verset. Ó, hányszor érzem zokogó szívvel, hogy nincs már édesanyám. Mikor álom lepel, sötét éjjel rám borul, a szenvedéstől bútor gyötörve, lelkem felfelsír utána. Mióta elment, nem kérdi senki, mi fáj életem. Ő, hányszor érzem szomorúan, hogy nekem már nincs édesanyám. Mikor körülöttem mindenhol sötét, nincs ki szeretettel hűsítőn forró fejemre tenné kezét. Ha szenvedek, velem érezne, nincs ki mondaná, remélj fiam, az Úr Jézus megsegít. Ugye május 1, 32. május 1-én halt meg az édesanyja, ez 32-es vers, nyilván a halál után született. Hát, azt szeretném mondani, értjük ebből egy fiatal lánynak a fájdalmát, egy 20 éves lánynak a fájdalmát, de azért nem annyira szép vagy megformált vers. És akkor egyszer csak, ahogy a lelki életben megy előre és növekszik, úgy kezdenek ezek a versek is egyre inkább rátalálni azokra a szavakra, amikkel ki tudja ezt fejezni. Van egymás után a Kereszt című vers a füzetben, és aztán a Nagy titok. A Kereszt című vers az inkább olyan, mint egy ilyen teológiai felismerés, hogy akkor oké, a kereszt is, hogy mit kell csinálni, az élet szenvedés, a lélek üdvéért, a mennyország a győzelem, itt kapjuk a babért. A szenvedés Úr Jézushoz vezet, kitartó ki az út, ki bűnben elesik, az pokolra jut. Érezzük, hogy megvan a ritmusa, megvan a verselése neki, rímel is a végén. Ez egy jó vers, egy teológiai vers, amiben, mint hogyha az Erzsébet saját maga számára is tisztázná, vagy próbálná megfogalmazni, hogy mi is az, amit ő tűrsz. Ó, ha tűrni tudsz, és ha tűrni megtanultál, úgy nem lehetnél már itt boldogtalan. Mondja szegény. Tudjátok, ez amikor a szenvedés értékéről beszélünk, hogyha ha megérted a szenvedés értékét, akkor az már öröm lesz. Hát szép erről beszélni, de azért amikor benne vagyunk a szenvedés közepén, nem éljük azt meg úgy, hogy hát ez egy milyen nagy szenvedés. És ez a Nagy titok című vers, csak részleteket olvasok föl, a füzet kint hátul megvehető, majd a bietek. Szeretném mondani, bocsánat, gyorsan elfelejtettem mondani, ez a kis ingyenes igekártyát, most kinyomtattuk megint 1000 példányba, itt van, tehát hogy a hátra jöttök ott a könyveknél, egy kis asztalon oda van téve a Szeretett Földje ingyenes újsággal, meg más szórólapokkal együtt, vigyetek bátor, és vigyetek másoknak is. Azért hoztuk el, hogy osztogassátok. Tehát, ha neked van egy, az már nagyon jó. Ha a környezetednek is tudsz mindenkinek adni, az még jobb. Tehát ott van, vigyed bátran a füzetet. Jó? A Nagy titok című versét azért szeretném felolvasni, mert ez az a vers, amelyikben tulajdonképpen megfogalmazza azt a hitvallást, amit a szűzanya a négy lépéses misztikában, a könyvben írok arról, hogy a szűzanya négy lépésen keresztül hogyan tanítja és vezeti egyre mélyebbre ezt fölírtam valahogy hanyadik oldalon. Röviden, ebben a kis füzetben is összefoglaltam, de a könyvben bőven benne van a négy lépés, amit a szűzanya mond, hogy hogyan élik meg azok a szenvedést, akik a Jézuskát szeretik, mert ugye Jézuska a Jézusa. Na, itt a Nagy titok, amelyikben a kulcs szó az a kell, tudok és szabad. Hogy hogyan jut el Galgóczi Erzsébet onnan, hogy kell szenvedni, addig, hogy tudok szenvedni, és onnan, hogy szabad szenvedni, és már szabadon ajánlom fel. Nagyon jó, ha megfigyeljük a verselést, és ezt csak úgy mondom, hogy itt látszik, hogy itt megvan a ritmus, megvannak a szavak. A szövegbe időnként becsúszik olyan dolog, hogyha én mondjuk egy ilyen költészeti folyóiratnak a szerkesztője lennék, ami nem vagyok, és nem is értek annyira versekhez, akkor az esetleg ott bejelölném, hogy itt lehet, hogy javítani kellene, de az egész vers egyébként a helyén van. A Nagy titok. A beteg arcán béke, nyugalom, és feje felett a falon, sejemre hímzett különös szavak. Középütt nagybetűkkel ez, szenvedni, és körötte virágok közé rejtve kell,
tudó, szabad. Elmondja, ha értelmét kérdezed, szíve mennyit lázadt, vétkezett, még csak azt tudta, hogy szenvedni kell. Elébe állt az elkerülhetetlen, és látta, hogy nem menekülhet el, nem használ könny és keserű miért, hogyha szenvedni kell, szenvedni kell. Aztán lassan elcsendesedett, és megtanulta, hogy szenvedni lehet. Békén, a keresztfára feltekintve, nem úgy, mint eleinte, hisz a tövisek áldást rejtegetnek. Halálba hult mag gyümölcsöt terem, s mint akit szent szó erősített meg, vallotta már merészen mosolyogva, tudok szenvedni, mesterem. Ma már többet tud, szenvedni szabad. Ma már énekel a kereszt alatt, mert földi vakszemek, ha nem is látják, az övé látja, szenvedni kiváltság. Krisztussal, Krisztusért, és ma már tudja, hogy a tövises út a Krisztus útja. Nem is kíván más, csak menni, amerre mestere lábnyomai látszanak. Szívében zeng a diadalmas ének, hogy szenvedni szabad, szabad. Nincs gát, nincs akadály, nincs tilalom. Ezért ragyog a különös írás a nagy titok fölötte a falon, amíg szemem csodálja csendesen, szívem mélyén egyért esedezem. Hisz a tövisek senkit sem kímélnek, előbb vagy utóbb tűzbe veti a mester, úgy akarja hitünket edzeni. Szenvedni kell, tudok, szabad. Nehéz órában kipróbált szavak, ó mesterem, úgy szeretném a végén kezdeni. Szeretlek Jézusom, szeretlek tégedet, szeretni nem szűnöm jóságos szívedet. Soha nem múlik el egyetlen percem, melyben feledném, hogy szeretlek téged. Hajnal hasadtakor szemem, ha felnyitom, szám első sóhaja, szeretlek Jézusom. Ezt 35-ben írja, akkor már 6 éve írja. Érezzük az egész versnek, az a kell, tudok, szabad, az a szépen felépített rész. Tulajdonképpen a végén pont erre a szerelmi vallomásra csuklik egy kicsit össze, amikor a kora vallásos népénekeinek a stílusához visszatér, de hogy fogalmazza meg másképp a szerelmet? Nem tudom, hogy mi éreztük-e már, amikor annyira el akarjuk mondani, én el akarom mondani a feleségemnek, vagy a gyerekeimnek, hogy mennyire szeretem, és igazából nem tudom megfogalmazni. És akkor milyen jó, hogyha vannak mondjuk nagy költemények, vagy éppen az elhagyatottságot, semmi ágánk, őszívem, kis teste, hangtalan vacó, ugye? Ez gyönyörű sorom, ezt nem Galgóczi Erzsébet írta, csak hogy... Na, jó. Van a Jézuska kis kalitkája, szívem kis arany kalitka, sok zengő kismadár lakja, trillálszik benne a szenvedés, és halkan song az áldozat. Ugye nem biztos, hogy ilyet mondanánk, hogy a szívem kis arany kalitka és sok kis madár lakja, de az egész benne van a ritmusában, a mindenében, hogy igen, a Galgóczi Erzsébet így éli meg, hogy miközben tele van szenvedéssel, aközben ott vannak ezek a kis madarak a szívében, amitől az egész elviselőtővé válik, amiben benne van az öröm, amiben benne vannak a kegyelmek, és benne van egy csomó olyan dolog, amit talán mi azért nem is tapasztalunk meg, mert nem megyünk le a szeretetnek ebben a mélységében. Ugye a régi dal mondja, hogy aki tudás akar lenni, pokolra kell annak menni, ott kell annak megtanulni, hogyan kell a dudát fújni. Mindig azt szoktam mondani, hogy ők a kiválasztottak, mi a meghívottak. Ugye mindenki meghívott, és van, akit az Isten kiválaszt arra, hogy valamilyen módon utat mutasson. Ugye Szent Ferencet kiválasztotta, csak utána ebből lett egy nagy út, a Ferenci út, amit rengeteg meghívott ember még tud járni. Ilyen szempontból Galgóczi Erzsébet is kiválasztott, mi nem leszünk sose stigmatizáltak, mi valószínűleg nem fogunk elmenni az elhagyatottságnak abban a mélységében, amiben ő volt, és lehet, hogy az örömnek abban a magasságában sem, de tudjuk, hogy ez lehetséges, és magunk útján tudjuk őt is követni, meg egyáltalán a szentjeinket, és a mennyországban a mi életünkben is minden beteljesedik. Na, azt szeretném felolvasni az Oltár fogja című verset, ami egy kicsit hosszú, de az én számomra az egyik legjobb. Ezt meg is zenésítettem, Isten bocsássa meg nekem, 2 akkorddal vagy 3-mal. Zenén is sem tudok, semmit nem tudok csinálni, de ezeket mind csinálom, amiket nem tudok. Hát, ez van.
Azt írja egyébként a vers végén, hogy ezt Máriácska diktálja 45. március 8-án. Ugye 45. március, akkor már itt vannak a határban a szovjet csapatok, a németek harcol, mindenki, mindjárt kiugrási kísérlet, a legnehezebb pillanatokban van az ország, és ők is ugye menekültek, hol pincébe vannak, hol mindenhol. Őt a Szuzanya külön látogatja, ugye az egyik csodája Galgóczi Erzsébetnek, és ezért lenne hihetetlenül nagy dolog, hogyha az eukarisztikus kongresszuson az ő szerepe vagy jelenléte legalább egy picit említése kerülne, hiszen ilyen szempontból a II. Vatikáni Sinatot is megelőzte őt, a Szuzanya napjában többször megáldoztatja, viszi neki az oltári szentséget, abban az időben, amikor ugye még nagyon megnézték, hogy ki és mikor áldozhat. A II. Vatikáni Sinattal nyitják meg újra valójában a lehetőséget, ezt a nagy kegyelmet, hogy mi akár minden nap áldozhatunk, és nem néz ránk gyanakvóan senki, hogy mersz te. Mit gondolsz te magadról, hogy minden nap, ugye, hogy Ferenc pápa mondta, hogy gyógyszer, ez a nagy, tehát az összes szent ezt mondja. Jó? Tehát a oltár fogja. Ha jő a néma éjszaka, és rátszakad a szenvedés zápora, repülj el akkor lelkem, kismadár, az oltár fogja, mindig ébren vár. Ha tűnnek perced, s jön az áldozat, mit Jézus érted újra bemutat, repülj el akkor lelkem, kismadár, az oltár fogja, áldozatra vár. Ha lelked éhes, táplálékra vár, ha vágytól égve, szomjtól űzve jár, vedd szárnyad akkor lelkem, kismadár, az oltár fogja, asztalához vár. Ha öröm érne a nap folyamán, víg kedv jelenne meg szemed sugarán, ó, siess, akkor lelkem kismadár, az oltár fogja, elhagyatva vár. Ha árnyak űznek, nyugtot nem találsz, ha elleniddel küzdeni szembeszállsz, menekülj akkor lelkem kismadár, az oltár fogja, védelmet kínál. S ha győztél, nyugalmat keres, hol harcod után békén megpihenj, menj akkor fáradt kismadár, az oltár fogja, szed szívébe szár. Ha élted napján nehéz a kereszt, s lelked epedve nyughelyét keres, repülj akkor lelkem, kismadár, az oltár fogja, új erőt kínál. Ha szíved lángol, gyullad, mint a tűz, te is érzed, mint a tiszta szűz, borulj keblére, ártatlan madár, az oltár fogja, jegyesére vár. Ha betér hozzád a vígasz angyala, s leszállott rád a béke nyugalma, repülj el hozzá, lelkem kismadár, az oltár fogja, társalgóra vár. Ha édes vágyó érzés száll reád, ha látni vágyod már az ég urát, repülj el akkor hozzá, lelkem kismadár, az oltár fogja, önmagába szár. Ha eljön majd boldog napod, mikor a földet itt hagyhatod, repülj el akkor hozzá, lelkem kismadár, az oltár fogja, amely országba vár. Kedves testvérek, ugye, ha megnézzük, hogy hányféle lelki állapotot mutat be ez a vers. Ugye, ha elképzeljük, hogy ott van egy háborús időszak, amikor lenne a pincébe kucorognak, meg mennek ide-oda, ennivaló is alig van, bombázások vannak, az egész ország állapota válságos. Ugye, Galgóczi Erzsébet mindezt a testében hordozza és kilódja végig, aki szenved ezért az egész országért, és mindezt fölajánlja Krisztusért, és megíli az elhagyatottságot és az örömet, és azt mondja, akár öröm, akár bánat, akár elhagyatottság, akár mi, te mindig az oltári szentséghez menjél, mert az oltár fogja, hogy Jézus Krisztus, aki értünk fogoly egészen a utolsó ítéletig, hogy ő vár rád, hogy te megoszd vele az ő életét, és hogy ő megoszta veled az ő életét. Csodálatos vallomás egy lánytól, aki akkor ugye 16 éve hordozza az oltári, hordozza Krisztusnak a kínszenvedését, és akinek tulajdonképpen mindazok az örömök, amiket a világ kínált, a mozi, a színház, a barátok, a házasság, a gyerekek, az nincs.
helyette van a szenvedés, helyette vannak a megszólások, a gyanúsítgatások. És van Jézus Krisztus, meg van Máriácska. Elment az áram. Várunk egy picit, jó? Hát, ha visszajön. Ha nem, akkor megpróbálok hangosabban beszélni. Okay. Most? Se? Jó. Akkor megpróbálok hangosabban beszélni erre a kicsit, és akkor a... inkább... Igen. Esse. Ott. Jó. Azt szeretném mondani, hogy a versének van többféle típusa. Galgóczi Erzsébetnek van olyan verse, ami inkább önvallomás. Van olyan, ami inkább egy ilyen teológiai kifejtés. Van olyan, ami egy érzelemnek egy felvillanása. Van olyan, ami szintén evangelizáló lelkülettel akar valamit mondani, hogy aztán ez abban a közegben mennyire hatásos vagy nem. Visszajött a... Elkezdünk beszélni Galgóczi Erzsébet, egyszer csak visszajön. Oké, okay, jó van. Felolvasom, ez a Te vagy a művész. Ugye, ha az előző, az Oltár fogja című vershez hasonlítom, ez nem annyira sikerült. De egy olyan önvallomás Galgóczi Erzsébet és Jézus kapcsolatáról, ami szép, és az is benne van, hogy amiről beszéltem, hogy Galgóczi Erzsébet nem akart művészi karriert csinálni. Ő Jézusban eltemetve akart élni, Máriácskával együtt akart élni, különben pedig, ami a leveleiből is kiderült, hihetetlenül nehéz életet élt. Ugye a könyvben is, a róla megjelent könyvben is idézek ebből a levélből, de hogy van 400 forint nyugdíjuk az atyával együtt, aki ugye magához vett, és akinek emiatt el is kellett menni, a plébános volt a nyugdíjba vonulás után, mert hát megszólták őket. Olyan pletykákat terjesztettek róluk, ami hát egészen elképesztő. Na mindegy. Tehát van 400 forint nyugdíjuk, amire kifizetik a gázszámlát, meg a villanyszámlát, stb. Nagyjából nem maradt semmi. Azért a 400 forint azért az 50-es években sem volt sok pénz. Tehát, hogy egy ilyen anyagi és lelki gondok közelben, de időnként tényleg mások támogatásából élve. Tehát nem művészi karrierben gondolkodott, hanem mindig Istenben, amit elvállalt. És ha levelezett, akkor azért levelezett, hogy köszönöm, hogy küldtél. És emlékszem, hogy van ilyen, hogy amit ruhát küldtél, hogy az mennyire jó és tetszik. És tovább is küldtem, mert vannak akik, és azoknak nagyon jó lesz. Tehát egyet megtart magának, a többit már küldi is tovább. Jó? Ennek az a cím, hogy te vagy a művész. Ezek az utolsó verseknek már nincsen dátuma. Valamikor a 50-es, 60-as években születtek, 62-ig, nem tudjuk mikor, hogyha egyszer a teljes életműnek a birtokába leszünk, akkor nyilván ez is beazonosítható lesz, vagy reméljük, de ennek nincs. Te vagy a művész, én a kis vászonod. Sugárlángokkal rárajzolod szépséges arcod. A szíved rajongó, égő szerelmével csak magadnak tartod. Dolgozol rajta a művészi hévvel, én meg csak nézlek, egyre nézlek téged, mert úgy elbűvöl csodás, fenséges lényed. Sorsom mindvég egy szelíd, halk várakozás, míg szent kezedben megáll az ecset, és kész az alkotás. De ugye akkor szent karod kitárva, szívedre vonod a te remek művedet, hogy mint a szeretet, égő áldozata díszítse majd örök szentélyedet. Szóval azért Galgóczi Erzsébet értette, hogy ki is ő. Hogy Isten ő benne valami remek művet hoz létre. Ez nem nagy képűség. Ez nem arról szól a történet, hogy én most kiállnék itt és elkezdeném mondani, hogy micsoda nagy ember vagyok, meg fú, már mindent csináltam, az egy nagy képűség lenne, meg önzés. Hanem annak a biztos tudata, hogy
hogy Jézus, aki már 30 éve munkálkodik rajta, hogy ő valóban tökéletessé akarja őt tenni, hogy ő remek művet akar létrehozni. És amikor ez teljesen kész lesz, akkor ő fölmegy a mennyországba. Hogy nincs kétség a felől, hogy ők összetartoznak. És hogy ott lesz, azt mondja, hogy égő áldozata díszítse majd örök szentélyedet. És azt gondolom, hogy sokszor, amikor nagyon nehéz körülmények között volt, és nagyon sok szenvedés érte, akkor ez a belső bizonyosság tartotta meg őt, és ez egy nagyon fontos nekünk is, hogy ez a belső bizonyosság meglegyen, hogy mi Krisztushoz tartozunk. Akármi is ér minket, akármennyi bűnt is követünk el, mi meggyónjuk, visszajön, mert mi Krisztushoz tartozunk. Minket Krisztus a maga megváltó műváltal kiváltott már e világ sötétségéből, és ugyan a világban vagyunk, de már nem ebben a világban élünk, amit ebben a világban élünk, azt is Krisztus hitében éljük, ahogy Pál apostol mondja, mert fel akarunk jutni. És igen, belőled és belőlem Isten ugyanúgy remek művet akar faragni. Csak bennünk hát több az ellenállás, sajnos. De azért Isten dolgozik rajtunk, és ha engedjük, és el tudjuk fogadni az örömöket is, a szenvedést is, a kegyelmeket is, meg a megpróbáltatásokat is, ilyen lelkülettel, mint Galgóci Erzsébet, akkor Isten belőlünk is ki tud valamit faragni. És mi is ott lehetünk a szentélyben. És lehet, hogy a Galgóci Erzsébet az oltáról lévő csokor, mi meg csak ott oldalt valahol egy kis virágszál. De mi is ott vagyunk a templomban, tudjátok? Jó? Na, befejezésül bemutatom, hogy van olyan is, amelyik egy ilyen teológiai hevületű missziós, ez a legutolsó, amit itt a bocsáss meg. Hogy azért ő benne volt az is, és tudjuk, hogy jártak hozzá emberek. Ugyan elrejtett életet élt, de azért látogatói volt, akik jártak hozzá, akik segítették, akikért imádkozott, és meg is hallgatták az ima meghallgatások voltak, és ugye erről vannak tanúságtételek ebben a könyvben is. Ugye bocsáss meg, kiket szeretsz, és akik szeretnek, ha bántanak, ha megsebeznek, ne haragudj rájuk sokáig, de önts ki szíved, és ha letörléd a fájdalom kicsordult könnyeit, bocsáss meg, hidd enyhedre válik. Ó, egymást hányszor félreértjük, szeretteinket hányszor sértjük, bár szívünk éppen nem akarja. Mi is talán vérzünk esebben, nekünk is fáj, még élesebben, de büszkeségünkben nem vallja. Ne légy te büszke, légy őszinte, s szíved legott azzá lesz szinte, oszlik gyanú, megenyhül bánat, oly váratlanul jöhet a halálunk, ha egymástól haraggal válunk, sírnál késő a bocsánat. Hát ugye ezt tulajdonképpen mindannyian tudjuk. Igen, meg kell bocsátani, nem újjék el a nap a te haragoddal. De nekünk is újra és újra emlékezetünkbe kell idéznünk, mert nekünk is vannak konfliktusaink, és nekünk is el kell mondanunk az embereknek. És amikor Krisztus lelkülete munkálkodik Galgóci Erzsébetben, és ugye neki is voltak konfliktusai, akkor ő is tudja, hogy neki is ugyanezen az úton kell járni. Hát ugye ez egy kicsit ilyen evangelizáló vers, szépen van megírva, ha hazánk 100 legszebb versét akarnánk írni, nem kerülne bele, de hogy megmutatja Galgóci Erzsébetnek a szívét és a lelkét, ezt az Istennek egészen átadott életed, az biztos. Hát én is arra gondoltam, hogy majd a végén elimádkozzuk a Galgóci Erzsébet boldogávatásért az imád, de mert ez már megtörtént az előbb. Illetve azóta jöttek egy csomóan. Hát ők sem maradjanak ki a jóból. Nem baj, testvérek, még egyszer elimádkozzunk? Nem baj? Ez a kis lap, akinél rajta van, aki később jöttek esetleg, akinél van, akkor az ketten vagy hárman is nézhetik együtt. Szeretném még a figyelmetekbe ajánlni, kiadtunk egy imafüzetet, amiben vannak egyéni és közös imák, gyógyulásért, szabadulásért, litániák és hazánkért, a természeti világ megújulásáért, családokért, ez is ott hátul kapható. Szeretettel ajánlom figyelmetekbe. Na akkor mondjuk el a imád Galgóci Erzsébet megismerésért és boldog avatásáért, az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mindenható Istenünk,
Hálát adunk neked, Galgóci Erzsébet engesztelő életéért. Ő már 14 éves korában életét szerette volna áldozni Krisztusért. 42 éven át ágyhoz kötötten szenvedett, lelkeket mentett, engesztelt magyar hazánk bűneiért. Úr Jézus, te szeplőtelen édesanyád gondoskodására bíztad, megváltói szent sebeiddel tüntetted ki. Alázattal kérünk, add, hogy rejtett életét minél többen megismerhessük, közbenjárunk legyen szükségeinkben, boldogjaink között tisztelhessük, Isten egész népe javára, a Szent Háromság dicsőségére. Amen. Az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Kedves testvérek, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Olvassátok a verseket időnként egyet-egyet, jó? Szerintem minél többször olvasok, annál inkább fel tudjuk fedezni ennek a belső mélységét. A honlapunkra is feltesszük, szeretethölgye.hu, ha valaki ott érdek, ott fenn van szintén a Galgóci Erzsébet élete, és a többi szentünknek is az élete, illetve a róluk szóló írása. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, dicsértessék a Jézus Krisztus!